reggeli füstjelek. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ma reggel Jézus életéből egy történetet szeretnék felidézni, amelynek nagyon nagy tanulsága van mindannyiunk számára. Márk evangéliuma jegyzi fel ezt a történetet, legalábbis én ebből a fejezetből szeretném olvasni a történetet. Azt mondja Jézus Krisztus a tanítványainak, miután tanította a sokaságot, tanította a népet, azt mondta a tanítványainak, hogy menjenek át hajóval a túlsó partra. Ugye a Galileai tó partján tanított Jézus, és át akart menni a másik oldalra. És azt olvassuk, hogy amikor beszálltak a hajóba, akkor a 37. verstől így olvasom, akkor nagy szélvihar támadt, a hullámok pedig becsaptak a hajóba annyira, hogy már-már megtelt. Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejaljon aludt. És fölköltötték őt, és mondták néki, Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? És felkelvén megdorgálta a szelet, és mondta a tengernek, hallgass, némulj el. És elállt a szél, és lőn nagy csendesség. És mondta nékik, miért vagytok így félénkek, hogy van, hogy nincs hitetek? Egy teljesen hétköznapi élethelyzet, Jézus a tanítványaival megy a túlsó partra. Jézus annyira fáradt volt az egész napi tanítástól, szolgálattól, hogy nagyon mélyen elaludt, és ott feküdt a hajónak a hátsó részében. És egyszer csak, amikor a nagy vihar lecsap a tóra, akkor mit csinálnak a tanítványok? A tanítványoknak a többsége halászember volt, tehát a vizen éltek, halásztak, nem volt ismeretlen számukra egy vihar. Mit tettek, amikor a vihar elkezdődött? Nyilván tették azt, amit tenni kell ilyenkor, merték ki a becsapódott vizet a csónakból, a hajóból, és amikor azt látták, hogy nem boldogulnak a saját erejükből ezzel a helyzettel, akkor Jézust fölköltik, és azt mondják, hogy nem törődöl vele, Mester, hogy elveszünk. Amikor minden erőfeszítésük hiába való volt, akkor szóltak Jézusnak. Tegyük fel azt a kérdést, hogy mit kellett volna tenniük a tanítványoknak, és mit kell nekünk is tenni minden válatlan élethelyzetben. Igen, a mi életünk napjai is peregnek, zajlanak az események, és egyszer csak történnek nem várt dolgok, élethelyzetek, veszélybe kerülünk, megoldhatatlannak látszó problémával találkozunk, valami nagy bajjal, és akkor mi az első gondolata az embernek? Hogy tenni, cselekedni, gyorsan, sürgősen tenni kell, mert nehéz helyzet van. De mi a probléma nagyon sokszor? Hogy nem tesszük meg azt a legelső lépést, amit minden élethelyzetben meg kell tennünk, amit a tanítványoknak is tenniük kellett volna. És mi ez a lépés? Abban a pillanatban segítségért fordulni Istenhez. Kérni, hogy adjon tanácsot, bölcsességet, mennyei vezetés, segítséget. Igen, éljük a mindennapjainkat, tevékenykedünk. Tudjuk, hogy bizonyos problémákat hogy kell megoldani. De életgyakorlatunká váljon az, hogy bármilyen nehéz helyzet, bármi probléma adódik, azonnal kérünk segítséget és bölcsességet. Mert egyáltalán nem biztos, hogy a rutinszerűen végzett dolgok azok a jók, amik majd meg fogják oldani azt a helyzetet, vagy hogy lesz elég erőnk annak a helyzetnek a megoldásához. Igen, az első gondolat legyen, hogy egyből imában forduljunk Istenhez. És ez nem azt jelenti, hangsúlyozom, hogy nekünk semmit nem kell tenni, de az első lépés az ima legyen. Olvastam egy mondatot, ami nekem annyira tetszett. Ez a mondat így hangzott, hogy minden nehézség, próba, akadály az életünkben imára való felhívás legyen. És az Isten nem tagadhatja meg önmagát, mert ő hű és igaz, hogyha hívjuk őt segítségül, ő jelen van, és kész segíteni a hozzáforduló embernek. Mi történt akkor, amikor a tanítványok Jézushoz mennek és felkeltik őt? Jézus, azt olvassuk,
hogy megdorgálta a szelet, és azt mondta a tengernek, hallgass, némulj el. És elállt a szél, és lőn nagy csendesség. Jézusnak egy szavára megoldódott ez az életveszélyesnek tűnő helyzet, hiszen elveszéssel fenyegetett. Nincs olyan szélvihar, nincs olyan háborgó tenger, amit Jézus le ne tudna csendesíteni. És amikor ezt megteszi Jézus, és lőn nagy csendesség, vihar utáni hatalmas csend, akkor mit mond Jézus a tanítványainak? Miért vagytok így félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? A hit a bajban, a próbában mutatkozik meg leginkább. Van-e hitünk, van-e élő hitünk? Bízunk-e abban, hogy az Isten a hozzáforduló embert minden körülmények között megsegíti és megtámogatja? De vajon elsüllyedhetett volna az a hajó, ahol Jézus ott van? Azt hiszem, hogy erre a kérdésre mindannyian azt mondjuk, hogy nem, az a hajó nem süllyedhet el. Ahol a Mester ott van, az a hajó nem süllyedhet el. És éppen ezért minden élethelyzetben hívjuk őt, hogy legyen ott velünk a hajónkban, mert az a hajó, ahol Jézus jelen van, soha nem fog elsüllyedni.